tizedik rész. Minden elveszett. Morzsi ezután sokáig csavargott a világban. Eleinte a szülőfalójában maradt. Az ottani emberek még ismerték őt, és szánalomból ételt adtak neki. De lassanként ott is elkezdték kerülni őt, ezért kénytelen volt messzebb a saját erejéből élelmet találni. Olyan volt, mintha valahogy elvesztette volna a lelki középpontját. Bárkivel elmenne, aki csak egy darab kenyérrel integetne neki, és a farkát csóválná bárkinek, aki csak arra vetemedne, hogy megsimogassa a fejét. Morzsi eleinte gyakran csodálkozott ezen, de aztán fokozatosan teljesen természetesnek tűnt számára. Annyira szegényé vált hirtelen. Szegényé külsőleg és belsőleg is. Fázott. A nagy bánat megtörte. Remegett ebben a furcsa és üres világban, ahol már semmi sem volt az övé, ahol senki sem nevezte a sajátjának. Elég volt az, hogy az egész világ, beleértve a saját majdani sorsát és életkörülményeit is, olyan kimondhatatlan közömbössé vált számára. Végül is elvesztette a legdrágább társát. A saját értékének, sőt, az önfenntartásnak és az önérdeknek minden érzése eltűnt belőle, és kész lett volna megnyalni bárkinek a kezét, aki a legkisebb figyelmet fordította volna rá, hogy fegyelmezze őt. A nagyvilág tábor tüzeinél aludt, mások kájháinak melegénél melegedett. Nem szégyelt kegyelemért könyörögni, bár tudta, hogy semmiképpen sem érdemelte ki, és már nem is tett semmilyen hatást senkire, Inkább elűzték, mint egy kóbor kóborkutyát, és újjal mutogattak rá. Ilyen megalázkodó tud lenni egy kutya, ha elvesztette az otthonát és a gazdáit. Ő, aki nemrég még annyira örült az embereknek, ő, aki nemrég még olyan nélkülözhetetlennek érezte magát az életben, és annyira büszke volt erre a nélkülözhetetlenségre, hogy még csak arra sem vette a fáradtságot, hogy odanézzen, ahol azt láthatta volna, ahogy az egyik mostani szerencsétlen társa farkát behúzva, Keresztül fordál a hátsó udvaron. Most teljesen feleslegesnek érezte magát. Mi volt ő? Csak egy parazita, egy élősdi élőlény. Egy fák oldalán lévő kidudorodás, egy száraz fűszál, készen arra, hogy tűzbe dobják. Halott volt, lelkileg halott. Homályosan érezte, hogy neki is kötelessége lenne fizikailag meghalni, de még nem volt képes rá. Az élni akarásból és az élet iránti szenvedélyből oly sokat hagyott rá a kegyetlen sors. Látni akarta, hogyan fog boldogulni. Gyűlölte magát, de szórakoztatta, hogy mi történik ebben a világban egy olyan teremtménnyel, akinek már nincs eszköze, hogy az életéért harcoljon. És eme eszközök közül a legelkeserítőbbek, Nincs már meg az önmagába vetett hit, sem az önbizalom, nem is beszélve azokról az értékes gondolatokról és a törekvést érdemlő célokról, amelyek teljesen eltűntek belőle abban az általános lelki hajótörésben. Szegény Morzsi, akkor még nem tudta, hogy egy ilyen lény mindig pórul jár. Gyűlölheted magad, ha ugyanakkor másokat is gyűlölsz, és akár még boldogulhatsz is az öngyűlölők és az önpusztítók világában, ha nem felejted el a gyűlölet és a pusztítás villámcsapását kivetíteni mindenkire, aki rajtad kívül áll. De Morzsinak nem voltak ilyen óvintézkedései. Vajon gyűlölte, vagy megvetette a körülötte lévő embereket és állatokat? Éppen ellenkezőleg szerette őket. Szeretetre szomjazott, szeretetért könyörgött, még ha nem is kapta meg, és ezért nézett minden ember szemébe, aki szembe jött vele, minden vadidegen, vagy futólag ismerős szemébe, néha kutatóan, néha könyörgően, néha szomorúan. Ezért volt olyan hálás minden kedves szóért és hangsúlyért, ami néha az útjába került, még akkor is, ha semmi több nem volt mögötte, és senki sem szándékozott komolyabban foglalkozni vele. De Morzsi mindig arra gondolt, Morzsi mindig azt remélte, hogy újra megtalálja azt a nagy szeretetet, amely valaha megvolt neki, és amelyet oly megmagyarázhatatlanul elvesztett. Olyankor kitört belőle az öröm, olyankor a nap újra felragyogott a szívében. Felragyogott, majd ugyanakkor ki is aludt, és az ilyen pillanatokban az egész világ sokkal feketébbnek tűnt számára, mint korábban. Szegény Morzsi, pusztulásra ítélték. Minden meghalt benne, nem csak a bánat, hanem minden eltűnt belőle. Emlékesen maradt a boldogságnak, amit átélt, s már nem volt vágyakozás sem egy másik, jobb világ után, ahol mindaz a jó és szép még egyszer megismétlődhetne. Morzsi még nem fogta fel teljesen a halál kegyetlenségét. Nem saját elhagyatottságának véglegességét, sem az élet uncságának és élet elhagyatottságnak a végtelenségét, amelybe a vak sors taszította. Ezeket is meg kellett még értenie. A bánatnak és a boldogságnak még az emléke is eltűnt belőle, csak egy üreges kéreg maradt, egy elszáradt kéreg, mint egy kísértett fa az éjszakai tűzből, mint egy önmagát mozgató árnyékkép a túlvilág pusztaságairól. De ez már nem messze történt az Isten háta mögötti finvédéken, hanem azokban a nagy falvakban és városokban, ahová Morzsi nyugtalan, minden gondolatot és célt nélkülöző vándorlása közben jutott. Ott beteljesedett a szenvedése, és nem tudott többé szenvedni. Ott tört össze végleg, ott szakadt szét lelkének húrja teljesen. Ott tapasztalta meg igazán, mit jelent magányosnak lenni az életben, és mit jelent önmaga számára idegennek lenni, mégis másoknak ismerősként hízelegni és farkat csóválni. Habár Morzsi már korábban is járt városban, méghozzá nagy tömegben. De az már régen volt, boldog ifjú korában, amikor még volt otthona és tanyája, és azzal együtt az a tudás, hogy kit gyűlöljön és kit szeressen. Most már semmilyen sem volt. Most már csak egy kóbor kutya volt a többi között. Egy kóbor kutya a kóbor kutyák között, bármilyen személyes jelleg vagy sajátosság nélkül. Kimerült volt, aggasztóan kimerült. Lelkének fogaskerekei már nem illeszkedtek egymásba olyan erősen, mint korábban, hanem simán és kényelmesen elsiklottak egymás mellett. Ugyanakkor nem szenvedett már annyira, mint azelőtt. A megszokás hozzáidomult a természetéhez. Lassan hozzászokott a kinti és benti nyomorhoz. Feküdni a szabad ég alatt, kegyelemkenyeret kéregetni, sőt még azokat elragadni és ellopni is – és aztán jó gyorsan menekülve elfutni, hogy ne kelljen túl drágán fizetni a kis pillanatnyi élvezetért. Így lett alattomos is hitvány a viselkedése. Az egykor olyan egyenes és őszinte szemében most egy család hízelgő kifejezést csillant meg, amely a következő pillanatban kész volt villámgyorsan titkos gyűlöletté változni. Most már igazi tányérnyaló lett belőle. Most már ő is azokhoz a bibliai kutyákhoz tartozott, akik a gazdagok asztaláról lehulló morzsákon éltek. Már ugatni sem mert, csak üvöltött néha a saját nyomorúságán és a sors könyörtelen keménységén, amely még levegőt sem engedett neki, mielőtt már is újabb ütést mért a tarkójára egy vasrúddal. Pedig régen ő volt az egyik legjobb ugató de az ugatás, mint minden más rajta kívül álló tevékenység képessége, olyan volt, hogy az érintett személytől ép és összeszedett személyiséget követel. Teljesen összetört. Olyan repedések keletkeztek benne, amelyek a szíve legmélyére hatoltak. Ezért volt furcsán, rekett a torka, ha néha megpróbálta felidézni fiatalkori vidám, erőteljes hangját. Ezért aztán abba is hagyta teljesen de egyúttal végső búcsút vett egész élethivatásától is, mert nagy és szent kötelességének tartotta, hogy ugatással mutasson rá arra, ha valahol valami nagyon rosszat és elítélendő dolgot lát. A képesség, amit nem használnak, hamar elsorvad. Ahogy teltek az évek, annyira közönössé vált, hogy nem talált maga körül semmit, amit megugathatott volna. Hiszen minden jó volt, Mindenki jó volt, az emberek, az állatok, még a saját életének eseményei is, amíg megfelelő szemszögből tudott rájuk nézni, és szemet hunyt minden hiányosságuk és durvaságuk felett. Miért is ugatna? Miért kell mindig hibáztatni másokat és vicsarítani a fogait? Miért nem fogad el inkább mindent úgy, ahogy van, és tesz meg mindent, hogy maga is jó legyen és boldoguljon a világban? Végül is mindenkinek olyan nehéz terhet kell cipelnie, Miért terheljük szemrehányásokkal, gúnyolódással és nevetséges sététellel? Végül is nem ők maguk teremtették önmagukat. Nem az ő hibájuk volt tehát, ha esetleg hiányosságaik és tökéletlenségeik voltak. Végül is mindannyian jó dolgokat akartak. Mindannyian a saját érdekeiket tartották szem előtt, és az út során mások érdekeit is, amíg az nem ütközött az előzővel. Szóval ez egy jó világrend volt. A legtöbbet azzal tehette, ha elismeri jónak és igazságosnak, mert csak így nyugodhatott meg. És az volt a legokosabb, ha további bonyodalmak nélkül aláveti magát ennek. Mert jobb volt alázatos, derűs lélekkel és saját szabad akaratából tenni, mint nyögve és valami felsőbb hatalom akaratából, mert mindenkinek, aki az élők sorába tartozott, előbb-utóbb alá kellett vetnie magát, akarva vagy akaratlanul. Morzsi megtalálta az élet kulcsát. Szellemi és fizikai vándorlásai révén megérkezett a béke nagy kapujához, amely mögött felderengett már az örök béke és boldogság lakhelye.